Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni. A színeket hozzátok be a mappából, és adjátok hozzá az egyéni színekhez a rózsaszínt háromszor, a szürkét kétszer, a kéket pedig egyszer. Na most nyitunk egy üres 900x600-as lapot, és elkezdjük szűrők. Meddi, wavy lap 1-1, álljunk rá a radiára, 5, és állítsuk be a színeinket, harmadik színnek a rózsaszínt, a negyedik színnek pedig az előszínt, és leokéztük. Amit még el kell mondanom, ami filtert fogunk használni, vagyis szűrőt, azt a az oldalamon, a filtereknél meg fogjátok találni. Na most menjünk tovább. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Szűrők, meddi, az ortinti lesz, álljunk rá 300-tól 500-ig, hagyjuk ezt a beállítást, és leokéztuk. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel, majd újra szűrők élesítés, mikrokontraszt 12-vel. Na most ezt a réteget megkettőzzük. Bemenjünk a szűrők a filter unlimitedbe, innen pedig az Alf Power Toys Mirror Offset, hagyjuk ezt a beállítást, és Apply. Vesszük a kijelölőt és a poligont, és bal oldalt, ezt a felsőt megfogjuk és kijelöljük, a rombusztot, így. Hát megpróbáljuk, amennyire lehet pontosan, majd megkettőzzük. Még egyszer megkettőzzük, átdobjuk a vízszintes tükrözéssel, majd a kézi beállításokkal tegyük fel a jelünket az automatikus jobb felsőre. Okay? Egyesítjük az előző réteggel. Újra ezt megkettőzés, a függőleges tükrözéssel átdobjuk, majd kézi beállítás automatikusan jobb alsóra, és leokéztük. Egyesít az előző réteggel. Lépjünk rá a középső rétegünkre, szűrők, elmosás. Gauss elmosás, egy 50-es, okay. Szűrők, elmosás, még egyszer egy Gauss elmosás, 50-es, leokéztük. Most bemenjünk a szűrők, Johannes filter, és itt nőn a symmetric pattern 1-be, a két felső beállítást hagyjuk. Hát hagyhatjuk mindegyiket, mert az a kék, tehát jók ezek a beállítások, és leokéztük. Az átlátszatlanságot vegyük le 70-re, szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Hát még vehetjük lejjebb, 60-ra nagyon jó lesz. Majd egyesítjük az előző réteggel. Újra ezt megkettőzzük. Középső rétegen állunk, szűrők, a aframes, transzparens frame, a 20-at tegyük 40-re, és leokéztük. A felső rétegnek bezárjuk a szemét, rálépünk a háttérre, kijelölés,
összes kijelölés, kijelölés összehúzás 40. Szűrők, leképezés, kontúr 3D, egy 3-as és egy 80-as, oké, lépjünk rá középső rétegünkre, szűrők, leképezés, kontúr 3D, egy 3-as és egy 80-as, leokéztuk. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy 5-ös és a külsőnél benn van a pipa, és oké. Vissza a háttérre, kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 40, kijelölés, invers kijelölés, szűrők, elmosás, Gauss elmosás, egy 50-es, oké. Szűrők, a Frames, fotoframe. Itt a 40-et állítsuk 20-ra, és leokéztuk. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás 20, kijelölés, invers kijelölés, szűrők, az Apelline Silverlining. Itt álljunk a Black Slash-re, és a színeinket húzzuk fel mind a hármat 255-re. Leokéztuk. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. A kihúzás és kitöltés egy 3-as szélességgel, a hátszínnel a kihúzás. Oké. Okay. Kijelölés, inverse kijelölés, szűrők, leképezés, egy progresszív kontúr, egy 5-ös, de a külsőnél kivesszük a pipát, és leokéztuk. Kijelölés, elrejtése. A középső réteget egyesítjük az előző réteggel. Kinyitjuk a szemet, és réteg méretezéssel az arányok megtartásánál vegyük ki a pipát, húzzuk össze a egész, hogy a kereten belül helyezkedjenek el ezek a háromszögeink, vagyis a romboszaink, nem is háromszög, mert rombosz, tehát így. Majd rögzítés. Szűrők, Johannes filter, innen pedig a Blue Mesh, hagyjuk ezt a beállítást, és oké. Okay. Az átlátsztalanságot vegyük 50-re, szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Majd szűrők, leképezés, kontúr 3D, egy 3-as és egy 80, bal felső, oké. Okay. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr, egy 5-ös, és a külsőnél tegyük a pipát, és leokéztuk. Kijelölés, elrejtése. Na most a mappából behozzuk a gömböt, innen a szignót kivesszük, kijelölés, réteg kiválasztás, másolás, ide beillesszük új rétegként, amit szabad átalakítással, hát feltehetjük 130-ra, még tehetjük szabad átalakítással.
Egyszer 230, utána 130, oké. Okay. Majd megfogjuk, egy kicsit feljebb tesszük. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. A beállításokkal árnyékoljuk. Az legyen egy 5 és egy 10-es sugár, és 100%-osan, oké, okay, árnyék, egyesítés, és újra a beállítások árnyékolás, most pedig mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay, és árnyék, egyesítés. A labda már nem kell, ezért ezt bezártuk. Most pedig behozzuk a mappából ezt a virágot, aminek kivesszük a szignóját, majd kijelölés, réteg kiválasztás. Ide visszalépünk, a felső rétegen maradunk, majd az ellipszissel egy ilyen gömböt készítünk, csak ne nagyon a szélére menjünk ki azért. Nézzük, hogy egy icipici, mind az egész oldalain maradjon a gömbnek. Na, elment a kijelölöm, de visszahozom. Így. Tehát itt egy icipicit bejebb. Nem sokat. Már megint elmentél. Hát így jó lesz. Behozunk egy réteg új üreset. Oké, okay, megjelenítjük a kijelölőt, és ide kijelölés, illesztés, méretbe állít. Nem másoltuk ki. Tehát másoljuk ki a virágot, és ide kijelölés, illesztés, méretbe állítás. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel, szűrők, domborítjuk, hát domborítással. Az átlátsztalanságát vegyük le 80-ra, majd egyesítjük az előző réteggel. A virág se kell már, ezért ezt is bezárjuk. Következőkben behozzuk a Smartnak a csaját, a szignót innen is kitörőjük. Kijelölés, réteg kiválasztás, másolás. De elhelyezzük új rétegként, amit szabad átalakítással, hát vegyünk 70-re. Oké. Okay. Helyezzük ide igen. Majd réteg méretezéssel, nézzétek meg, hogy az arányok megtartásával ne legyen benne a pipa. Elkezdjük méretezni. Körülbelül még egy icipicit mehetne fejebb, így. Majd rögzítés. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel, a beállításokkal adjunk neki egy árnyékot, az lesz 5, 50%, és egy 25-ös sugár, oké, okay, árnyék, egyesítés, majd újra beállítások, árnyékolás, de most mínusz 5, és mínusz 5, oké, okay, és árnyék, egyesítés. A csal se kell már. Most még, ami utána, utoljára maradt, ez egy írás, ezt kimásoljuk, beillesszük új rétegként, majd szabad átalakítással. Tegyük fel 180-ra, így, megfogjuk, és ide elhelyezzük. A beállításokkal adunk neki árnyékot, az lesz 1, 100 és egy 1-es sugár. Oké, okay. Árnyék, egyesítés, és szűrők, domborítjuk. Mérsékkel, domborítással, majd szűrők, élesítés, élesítéssel.
réteg egyesít minden réteggel. A képünket tudjuk méretezni 800 pixelre. Így. Mindenki ráhelyezi a szignalját. Hát ennyi volt a mai leckénk. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Mindenkinek köszönöm az eddigi elkészített képeket. Egy nagyon szép és kellemes új hetet kívánok nektek. Sziasztok!